Rendőrségi jelölés mutatja már a temető bejáratánál, hogy innen nem messze történt a különös baleset. Az ütközés innen több 10 méterrel beljebb egy fákkal szegélyezett területen volt. Pénteken kora délután hajtott át az egyik szekszárdi temetkezési vállalkozás céges autója az áldozat testén. Ezeket a fotókat a helyszínelő rendőrök készítették. Látszik, hogy az áldozathoz mentő érkezett. Próbáltak még rajta segíteni, de már nem lehetett. Hogy pontosan mi történt, egyelőre nem lehet tudni. Az biztos, hogy a sofőr éppen tolatott. A rendőrségnek azt is ki kell derítenie, hogy az áldozat élte még, amikor áthajtott rajta az autó. Elképzelhető, hogy már korábban rosszul lett és összeesett. Temetkezési szolgáltató gépkocsi vezetője hátramenetet hajtott végre, mely során nem győződött meg arról, hogy a járműve mögött tartózkodik-e valaki. Az esettel összefüggésben egy 72 éves nő a helyszínen életét vesztette. Úgy tudjuk, hogy az autót vezető sofőrön a rendőrök lég- és véralkohol tesztet is végeztek, a leheletében pedig nem találtak arra utaló nyomot, hogy ivott volna a gázolás előtt.